Színpadon a dombóvári kardiológiai rehabilitáció olvasható a kivetített képen. A helyi művelődési házban tartottak ezzel a címmel rendezvényt, ahol elismeréseket is átadtak az egészségügyi dolgozóknak október 18-án. Ezen kívül a polgármester köszöntötte a kórházi dolgozókat, beszélt a tervezett fejlesztésekről, valamint tudományos konferenciát is tartottak az eseményen. Lukács napja van, és a kórházat, mint a Dombóvári Szent Lukács kórházat, ugye a névnapját ünnepli a mai napon. Ez évek óta egy visszatérő rendezvény, amit közösen ünnepelnek a dolgozók. Ilyenkor kerülnek átadásra a kitüntetések, illetve a díjazottakat közösen ünnepeljük. A kórháznak a fő profilja az a rehabilitáció, mint mozgásszervű, mint kardiológiai rehabilitációról beszélünk, és valóban a nyár folyamán egy országos találkozó zajlott itt, a kardiológiai szívbetegek egyesületének a találkozója volt egy versennyel egybekötve, és hát szeretnénk bővíteni majd a kardiológiai rehabilitációnak is a területét, mind ágyszámban, mind pedig a lehetőségekben. Ahogy polgármester úr is elmondta, terveink között szerepel egy tanösvénynek a kiépítése, amelyet részben hát a kórházi betegek tudnának használni, és természetesen Dombóvárváros lakosai ugyanúgy igénybe tudnák venni ezt a lehetőséget. A konferencia az szinte teljes egészében a kardiológiai rehabilitációról, egészen elindulva az akut fázistól, amikor valaki egy szívinfarktust kap az utcán, egészen odáig, hogy egy kardiológiai rehabilitáció során milyen szakemberekkel találkozik a beteg, és ott mi történik vele, amíg teljesen fel nem épül és vissza nem tud térni a mindennapi életében. Mind a felszereltségben, mind pedig a szemléletmódban van fejlődés a rehabilitációban. És hát nem csak Magyarországon, világszerte nagyon magas a kardiovaszkuláris megbetegedések, illetve hát a halálozásnak is a száma sajnálatos módon. És a kardiológiai rehabilitáció hivatott arra, hogy felkészítse azokat az embereket, akik már valamilyen szinten kardiológiai betegeknek, vagy nagyon nagy kockázatúaknak minősülnek, hogy az életmód váltásukkal próbáljanak egészségesen élni és megelőzni a korábbi szövődményeket. Általában az osztályon ez egy 3 hetes bentartózkodást jelentene. Nyilván ennek is megvan az oka, hogy miért ennyi az idő, tehát egy akut infarktus után körülbelül ekkor érjük el azt a szintet, amikor már a szövődmények száma jelentősen lecsökken. Ambuláns kardiológiai rehabilitáció még nem működik Dombóváron, de nagyon szeretnénk majd a későbbiekben ezt is elindítani. Elsősorban a saját életmódjával tud a legtöbbet tenni azért, hogy önállóan ne ismétlődjön meg ez a kardiovaszkuláris történet. Tehát a mi feladatunk az lenne, hogy őket felkészítsük erre, oktassuk őket a saját betegségükről, a lehetőségeikről, és nyilván, hogyha ők meg tudják fogadni ezeket a tanácsokat, az iránymutatást, akkor jó esélyük van arra, hogy a későbbiekben ők egy teljes egészséges életet éljenek. Szívbarát diéta az egy nagyon fontos része a dolgoknak, talán a legfontosabb része a rendszeres testmozgás, dinamikus testmozgásnak a végzése, ami a mint a szív, mint az érrendszeri betegségeknek az egyik alapköve. Nyilván azért ezek a betegek nem maradhatnak gyógyszer nélkül, tehát egy optimális gyógyszerelés és megfelelő gyógyszerszedés az nagyon fontos része az egész történetnek. És hát nyilván ennek van egy lelki oldala is, tehát a pszichés vezetés is nagyon fontos, hogy ezt a betegek fel tudják dolgozni és el tudják fogadni, hogy ő nekik mostantól egy picit változtatni kell az életükön, és hogy hogyan tudnak ebbe tovább lépni. A polgármester szerint eldől Dombóvár egészségügyi sorsa, a rehabilitáció a város jövőképe. Nyilván erre a Gunarasi kórház már évek óta biztos pont volt, és a városi kórház tekintetében is azt látjuk, hogy ez az a kitörési pont, amire talpon tud maradni. Nyilván miután már igazgatóra többször egyeztetnem, és azt gondolom, hogy Üdvesszínfor Dombóvár életében Friedrich Gábor főorvos úr jelenléte, hiszen a tavasz során megegyeztünk abban, hogy a Szent Lukács kórházat és a szállásréti tó környékét összekötjük, és a város kiemelt feladatként kezeli, hogy oda egy olyan rehabilitációs szabadtéri foglalkoztatókat hozzunk létre, amely a kórház szempontjából átjárató. Simán, ami nagyon fontos, hogy a város összes lakója részére bármikor igénybe vehető. Nagyon remélem, hogy ez a projekt jövő év tavaszára el fog készülni, és nagyon tudunk előrelépni ebben a szakmai kihívásban is. A nyáron egy örömteli eseménynek is házigazdája van Dombóvár,
és én itt viccesen meg is jegyeztem, hogy azt gondolom, hogy a rehabilitáció jól működik, hiszen az országnak minden részéről több mint 400 szívbetegségen átesett, vagy napjaim is azzal küzdő ember jelent meg sportolni. Megítélésem szerint közelebb volt a hőmérő a 40 fokhoz, mint a 30-hoz, és a helyszínen lévő esett kocsinak a 3 nap alatt egyetlen egy esetben sem kellett beavatkozni, úgyhogy még egyszer szeretném aláhúzni, szerintem a rehabilitáció jól működik. Az esztikának a felújítása elkezdődött. A műszaki tartalmat nem lehetett megbontani, ezért azt gondoltuk, hogy egyben ki lett írva, két szakaszra bontva, és nyilván az első támogatási forrás egy csekély ahhoz képest, amelyre napjainkba kerül ez a beruházás. Ezzel kapcsolatosan azt gondolom, hogy nem sok minden válasz már minket a boldogságtól, csak 1 milliárd forint egyedi kormányzati döntésből kellene, hogy érkezzen forrás Dombovára, és én annak adtam hangot, hogy nagyon reménykedek benne, hiszen bármikor is bármilyen kormányzat volt, azon az egészségügyet mindig mindenki preferálta. Egyébként a Lukács napjára szervezett konferencia egyik célja az volt, hogy közelebb hozza a Dél-Dunántúlon tevékenykedő orvosokat, szakdolgozókat. Így a vendégek között volt, aki a vármegye másik településéről, másik intézményéből érkezett a dombóvári eseményre.